A történet ott folytatódott, ahol az előző koncerten befejeződött, és bár, ahogy a rövid visszatekintő is felidézte, annak végén a föld elpusztult, most valami újjászületett. A koncerten egy eddig sosem látott világ tárult elénk, ahol csak hangok és színek léteznek. A szimfónia koncerten a zene és fény harmóniáját számos közreműködő alkotta meg. Most elkezdeném felsorolni, biztos kifelejtenék embereket, de benne van a Pro Artis, benne van a Városi Vegyeskar, benne vannak zenésztársaim Nyíregyházáról, Pestről, Pécsről, és benne van a GT Laser, aki az alapját és az alap ötletét adta ennek az egész koncertnek, hiszen láttam a fényeit, és így összedolgoztunk. Ide a fél éve készülünk erre a mai estre, és a Szabolcsán rengeteget gondolkoztunk azon, hogy hogy tudnánk valami más, valami újat produkálni. Egyetlen egy megoldás maradt, hogy a fény és a zene ugyanazt az érzésvilágot, hangulatot váltsa ki az emberekből, tehát ezen felfokozott érzéseket próbálunk most előállítani. Körülölelték a hangulatok, érzések a közönséget a koncerten, amely azt kutatta, hogy az emberiség vajon mennyire hűséges, vagy nem a természethez. A földnapjára szervezett szín, harmónia, szintetizátor és lézervarázslat koncertnek a szervezők reményei szerint lesz folytatása.